Álljunk fel, testvérem, és imádkozzunk. Örök szeretet, mennyi édesatyánk, téged imád a lelkünk és a szívünk, és hódolattal hajtjuk meg fejünket te előtted, mert te vagy a mi teremtőnk, a mi alkotónk, és az Úr Jézusban, ami drága, megváltunk, üdvözítünk és szabadítunk. Hálát adunk, Urunk, azért a sok rendbeli áldásért, amivel körülveszed életünket, nap mint nap, Uram, hordozol bennünket, gondunkat viseled, és különösképpen, Uram, a lelkünk, de a testünkről sem feledkezel meg, azt sem fogod hagyni majd a sírban, hanem ki fogsz bennünket onnan hozni, de kihozol bennünket a bűneink okozta gödörből, Úr Jézus, és kősziklára állítod a mi lábainkat, biztonságba helyezel bennünket, és köszönjük, hogy elrejtesz a te sebeidben, ahol menedékünk van, ahol oltalmat találhatunk. Kérünk, Úr Jézus, segíts megélteni ezt az áldozatot, mai alkalommal még inkább megérteni a te igédet. Köszönöm, Uram, kedves testvéreimet, ezt a gyülekezetet. Köszönöm, Uram, azokat, akik komolyan veszik a hívő életet. Segíts, Uram, hogy nap mint nap, vagy napról napra még inkább odaálljunk eléd, és tudjuk elkérni minden napra azt, hogy mi a mi tennivalónk, milyen cselekedeteket készítettél el, hogy azokban járjunk. És kérjünk, Atyánk, hogy áld meg a község népét is, áld meg a választásokat is, Uram, hadd dicsőjön meg mindenben, amit teszünk e mai napon és életünk minden idejében a te hatalmas neved. Az Úr Jézus Krisztusért kérjünk, hallgass meg bennünket, Atyánk. Amen. Amen. Isten ígéjét délután alkalommal a Sámuel első könyve 10. részéből fogom olvasni, a 17-es verstől a 27-es verssel a rész utolsó versével befejezőleg. Sámuel első könyve 10. részéből tehát a 17-es verstől kezdjük olvasni Isten ígéjét. A megnevezett helyen a következőképpen van megörökítve Isten szava. És összehívta Sámuel a népet Mispába az Úrhoz, és mondta Izrael fiainak, így szól az Úr Izraelnek Istene. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, és én szabadítottalak meg titeket az egyiptombeliek kezéből, és mind amaz országok kezéből, melyek sanyargatának titeket. Ti pedig most megvetettétek a ti isteneteket, aki megszabadított titeket minden bajaitokból, és nyomorúságaitokból, és azt mondottátok néki, adj királyt nekünk, most azért álljatok az Úr elé a ti nemzetségeitek és ezreitek szerint. És mikor előállatá Sámuel Izraelnek minden nemzetségét, kiválasztaték sors által a Benjámin nemzetsége. Akkor előállatá a Benjámin nemzetségét az ő háza népei szerint, és kiválasztaték a Mátri háza népe. Azután kiválasztaték Saul kisnek fia, és keresék őt, de nem találták meg. Megkérdezték azért ismét az urat, vajon eljön-e ide az az ember? És az Úr mondta, ímé ő a holmik közé rejtőzik el. Akkor elfutának és elhozták őt onnan, és mikor a nép közé áll, kimagaslék az egész nép közül vállától kezdve felfelé. És Sámuel mondta az egész népnek, látjátok-e, kit választott az Úr, hogy nincsen hozzá hasonló az egész nép között. Akkor felkiált az egész nép és mondta, éljen a király. Sámuel pedig előadá a nép előtt a királyság jogát, és beírá egy könyvbe, és letevé az Úr elé, és elbocsátá Sámuel az egész népet, mindenkit a maga házához. Azután Saul is elment haza Gibeába, és vele ment a sokaság, akiknek szívét Isten megindította vala. Némely kaján emberek azonban azt mondják, mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot nem vivének néki. Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Amen. Jézus Krisztusban, testvéreim, a legnagyobb szabadító, a legnagyobb király jött el erre a világra, nem csak azért, mert Dávid magvából való volt, hanem mert Istentől érkezett hozzánk. Mindannyian nagyon jól tudjuk, és bizonyára vannak, akik már eleget tettek a kötelezettségeiknek, hogy a mai nap során, a mai nap folyamán országunk minden településén helyhatósági választásokat tartanak, a kis falvaktól kezdve a nagy városokig, metropolis városokig.
és hiszem, hogy a testvérek is imádkozó szívvel tették ezt, és imádkoztunk ezért, hogy legyen mindenben az Úr akarata. És ennek a kapcsán ez az ige jött elém, amikor tegnap foglalkoztam, imádkoztam azért, hogy a mai napra mit akar az Úr üzenni nekünk, az ő népének, hogy milyen Isten választása. Az, hogy milyen a mi választásunk, azt tudjuk, amikor mi kell válaszunk. És az jutott eszembe többek között, hogy azt mondja az Úr Jézus egyik alkalommal az ő tanítványnak, hogy nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak titeket. Ez a kegyelem, testvéreim, és ez a csodálatos jó hír, hogy Isten, illetve Jézus Krisztus kiválasztottjai vagy választottjai lehetünk. Izrael népe történetében ez egy elég szomorú, ezt az eseményt egy elég szomorú előzmény előzte meg, mondjam, hogy szomorú előzményekkel rendelkezett, mert Sámuel, aki proféta, pap, bíró is volt, igyekezett a népet Isten szava szerint, Isten üzenetével összhangba vezetni, irányítani, és amikor ő megöregedett, akkor azt mondja, hogy fiai nem voltak az Úr követői, hanem Béliál fiai voltak, és a nép is látta, és megutálták ezt a magatartást, ezt a hozzátartást, ami nekem óriási figyelmeztetés, hogy vigyázzunk arra, hogy milyen képet mutatunk a körülöttünk élőknek, mert vagy megszerettetjük a hívő életet, Jézus Krisztust, illetve Isten igéjét, vagy meg lehet utáltatni is, meg lehet botránkoztatni is, akár hogyha, ahogy Éli papnak a fiai is tették, vagy akár Sámuelnek a fiai is tették ezt. És ekkor a nép olyan dologra vetemedett, amiben lehet, hogy azt mondjuk, hogy ők voltak a hibások, de a papok is, akik ott voltak, vagy akik szolgálatra voltak rendelve, azoknak is volt ebben részük, mert abból kiindulva, hogy Sámuel fiai nem azok voltak, akik kellett volna legyenek, azt mondta a nép, hogy adj nekünk királyt, mint hogy a körülöttünk levő népeknek is van. Isten elkérdelésében ott volt az, hogy a népe élére királyt állít, de nem érkezett még el az ideje, és Isten nem látta még azt a szemét, aki erre alkalmas lett volna. Annál is inkább, mivel tudjuk, majd látjuk ebből a történetből, hogy Júdának a törzséből ígérte Isten, hogy lesz király, király nemzetségként is van emlegetve, itt pedig Benjámin törzsét találjuk. És amikor Sámuel próféta, mert hívő emberekként esetén mindig ez a dolgunk, akármilyen hír ér bennünket, akármivel szembesülünk, konfrontálodunk, a legjobb az, hogyha Isten elé visszük azokat a dolgokat. Oda tárjuk az Úr színe elé, olyan szép az nekem, amikor az egyik király kapott egy ellenséges levelet, azt is kiterítette, azt mondja az ige, Isten színe elé. Uram, te mit mondasz? Te neked mi a válaszod? És ezt tette Sámuel próféta is, és megvigasztalta az Úr, jó lehet, ez sovány vigasz volt Sámuel részére, azt mondja, nem te veled van bajuk. Engem nem akarnak, hogy királyuk legyek. Testvéreim, ebből pedig kiindulva már is a legelején szögezzük, hogy engedjük, hogy Jézus Krisztus, Isten legyen a mi életünk királya. Ő választott bennünket. Ő hívott el bennünket szent hívással. Tehát legyen az életünk trónján, legyen a szívünknek, az életünknek az ura. Mondja meg ő mindig, amit kell, amire szükségünk van. Hallgassunk és engedelmeskedjünk neki, hallgassunk rá, hogy jó legyen dolgunk ezen a földön. És azt mondja az ige, hogy Isten Sault választotta ki, Sámuel proféta fel is kente, amikor apjának a szamarait kereste, és hozzámentek, hogy megtudják, hogy esetleg hol találhatóak meg, vagy mi legyen a sorsuk az állatoknak. És meglepte ez Sámuelt is, meglepte ez Sault is, és amikor hazament, olvastuk onnan az előtte levő versből, hogy nagybátyjának elmondta, megmondotta nekünk, hogy a szamarakat megtalálták, de ami Sámuel a királyságról mondott, arról nem beszélt neki. Elmondta, hogy hol jártak, mi történt, de erről nem beszélt neki. És testvérim, szeretném, hogyha a következőkben megnéznénk, hogy milyen Isten választása, amikor Isten választ valakit, mikor kiválasztott bennünket, mit akar nekünk ezzel, vagy ezen keresztül, vagy ez által elmondani. Tehát az isteni kiválasztás tulajdonképpen. Azt találjuk a történetben, hogy Saul felkenetésének szakrális cselekményét három olyan jel követte, amit Saul nem kért, hanem kapott. És testvérem, ebből egy olyan
dolgot értettem meg, hogy jeleket nekünk nem kell kérni. Az Úr Jézus bármikor, amikor hozzáfordulok, hogy mutass nekünk jelt, akkor Jézus soha nem vette ezt jó néven. Érdekes ez a dolog. Hanem azt ő adta, azt nem adatott ennek a népnek más jel, csak a Jónás próféta jele. Az adatott, az nem kérés, nem kívánság műsora történik, mert azt mondja a Máté 12.39-ben az Úr Jézus, hogy a jelt kívánó nép az gonosz és parázna. Meglepett, amikor ezt megtaláltam a Bibliában, hogy a jelt kívánó nép az nem a hitét árulja el, vagy az által jeleskedik, hanem pontosan az ellenkezőjét. És az első jel, amit Saul nem kért, hanem kapott, az megpecsételte először is Sámuel szava hihetőségét. És még inkább megerősítette a nép előtt, hogy ő az Úr szolgája. Illéssel is ez történt, amikor a Kármel hegyén azt mondom, hadd ismerjék meg, hogy te vagy a király Izraelben. Te vagy ennek a népnek az Istene. És azt mondja, hogy én is a te szolgád vagyok. Ezt értették meg. Aztán a második jel, Isten gondoskodó szeretetének a bizonyítéka. Hogyha kérünk tőle valamit, akkor is megadja, hogyha azt alázattal kérjük. És választottairól testvérén mindig ő visel gondot. A harmadik jel pedig megerősíti azt, hogy Saulnak része lesz abban, hogy azzá legyen, akivé Isten tenni akarja. És testvérén, az isteni kiválasztás úgy gondoljuk, hogy csak Isten része. Igen, de valaki azt mondotta, hogy Isten még a predesztinációt se csinálta mi nálunk nélkül. Belekalkulált engem és téged. És azt mondotta többek között Sámuel Saulnak, hogy majd mikor ez és ez bekövetkezik, azt mondja, ez és ezeket a jeleket meglátod, azt mondja, tedd meg magadért, amit megtehetsz. És testvérem, Isten kiválasztott bennünket, de nekünk is van tennivalónk. Nekünk is van feladatunk. Azt mondja Pál Timóteusnak is, hogy gerje fel azokat a dolgokat, amiket a kézrátétel alkalmával kaptál, amikor feletted imádkoztunk. Tegyél érte, hogy nehogy elaludjanak azok a dolgok, amiket Istentől kaptál. Nehogy a szunnyadásba, mondjam úgy, kerüljenek, vagy háttérbe szoruljanak. És testvéreim, csodálatos ez, hogy Isten kiválasztott bennünket, de nem a tétlenségre, nem arra csupán csak, hogy őt hibáztassuk, vagy minden csak tőle várunk mindent, de nekünk is van feladatunk és tennivalónk, és ebben az igében ezt is látjuk, hogy Saulnak is, és nekünk is részünk van abban, hogy azzá legyünk, akivé Isten bennünket tenni akar, vagy tenni képes. Ó, bár megértenénk ezt. Azt mondott a prófétának, hogy mikor ezt meg fogod tenni, akkor más ember leszel. Az Úrnak lelke rád fog szállni, és prófétálni fogsz. Csodálkoztak is rajta, hogy kisnek a fia is a proféták között van. Más emberré leszel. Testvérem, más emberré lenni, Isten emberévé válni, ez egyik nagyon fontos célja kell legyen a hívő életünknek. És ezután Sámuel királyválasztó népgyűlést hívott össze Mispában, a számára egyik nagyon kedves helyen, ami az Úr jelenlétében és vezetése alatt történt, és az Úr üzenetével kezdődött. Isten elmondott dolgokat Sámuel prófétán keresztül, mielőtt kiválasztotta volna Sault, hogy királyát tegye. És ez is egy érdekes dolog, testvérem, az Ószövetségben és az Újszövetségben is, hogy Isten megtehette volna az önként, vagyis anélkül, hogy embereket bevonjon, ez a király, mondd meg nekik és kész. Nem, összehívja Sámuel a népgyűlést. Vagy éppen ott van az Újszövetségben, amikor Pál apostolt már az Úr használja, és szólott a gyülekezetnek, hogy válasszátok el nekem a szolgálatra Pált és Barnabást, akiket én választottam már hamarabb. Én már kiválasztottam, de a gyülekezet által pecsételteti meg. Itt pedig a néppel pecsételteti meg Sámuelen keresztül Isten az, hogy Saul legyen Izraelnek az első királya. Rátérhet tehát arra a gondolatra, amit már említettem, hogy milyen Isten választása, milyen céllal, milyen megfontolásból, milyen dolgokkal jár együtt ez, amikor erről beszélünk. A legelső testvérem, amit megértettem ebből az igéből, hogy Isten kiválasztása felidézi a múltat. Emlékeket, mondjam úgy, idéz fel az életünkből. Vannak kellemes emlékek, amelyre örömmel gondolunk. De vannak kellemetlenek is.
amiket legszívesebben kihagynánk, vagy kitörölnénk az életünkből. Testvérem, Isten olykor azokkal is szembesít bennünket. És gondolok arra, amikor az Úr könyörült rajtam, akkor szembesített a bűneimmel, amikor kiválasztott. És itt is azt olvastuk már a 18. versből, hogy így szól az Úr Izraelnek Istene, én hoztam ki Egyiptomból az én népet, és én szabadítottam ki a nyomorgatónak, a rabszolgatartónak a kezéből. Hogy oda kerültünk, ahova nem akartunk. A bűn következtében, rabságba, nyomorúságba, a bűn miatt. És Isten szembesít az ő kiválasztása által ezzel bennünket. Emlékeztet a múltunkra, hogy ne felejtsük el, hogy nehogy elbizakodjunk, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy most már nekünk azzal semmi bajunk nincs, mert testvérén, a régi természetünkkel míg élünk, harcunk van. És van erre egy igény, azt mondja, harca lesz az Úrnak Amálekkel nemzetségről nemzetségre. Harcunk van. És tudjátok, szomorúan mondom, de ez igazság, hogy több mint 35 éve, 36 éve, hogy megtértem, de az ó emberem semmit nem változott. A régi természetünkön semmi változás nem történt. Ugyanúgy hajlamos a bűnre, ugyanúgy hajlamos minden gonoszságra, ugyanúgy kitelne tőlem bármi, és ezt is megértette az Uram, és nagyon fájdalmas volt, amikor rájöttem, hogy létezik, Uram, hát én azt hittem, hogy meg vagy 5 éve, akkor egészen más ember vagyok. Igen, hogyha amíg az új harcol a régivel, amíg annak a győzelmét segítem elő, és kérem az Úr segítségét, és teszek meg mindent, hogy ne a régi, ne a test győzzön, ne a testnek a cselekedetén, hanem a test cselekedetén, a lélekkel megöldökölni, ahogy Pál apostol beszél erről. Emlékeztet bennünket arra, akik voltunk, és amit az életünkben tett, hogy a szabadítás az övé. Ő hozott ki bennünket. Nem azért történt, mert jobbak lettünk volna másoknál, mert többet tettünk másoknál, mert vagy valamivel kiérdemeltük volna, nem, hanem kegyelemből tette Isten, és választott ki bennünket az ő saját maga számára. És elmondja azt is, hogy erre a szabadításra hogy reagáltunk, vagy hogy reagált akkor a nép. Hogy nem maradtak meg abban a szabadságban. Nem maradtak meg Isten mellett. Megvetették szabadítójukat, szerető Istenüket elutasították, megutálták, mert nem kellett nekik. Mást akartak és másképpen akarták, ahogy a körülöttök levő népeknél volt. Nem tudták kivárni, pedig az igaz, hogy jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Aztán emlékeztette őket arra is, hogy mindezek ellenére, ami történt az ő népével, Isten mégis szeretettel fordult feléjük. Szeretettel hajolt le hozzájuk. És testvérém, ez a szeretet, amivel Isten van a bűnös emberhez, ez olykor az ember próbálja hamisan megnyugtatni ezzel magát, hogy hát engem szeret az Isten. Igen, testvérém, de javunkat szolgálja ez? Vagy hallottam többször olyan imádságokat, különösképpen az egyik körzeti állomásomon fiatalok, hogy Úr Jézus, köszönöm, hogy így, ahogy vagyok, is szeretsz. Hát biztos, hogy az Úr szeret úgy, ahogy vagyok, de nem hagy olyannak, amilyen vagyok. Az ő szeretete. Azt mondja az egyikének, hogy nagyon kedves én nekem ez, a Jézus szeretete megtalált bűnömben, de ott hagyott. Kivett onnan bennünket. Kősziklára állította a mi lábainkat. Testem, a szeretettel lehet visszaélni is, és azok, akik azt mondják, hogy szeret az Úr, így is, hogy vagyok, azok visszaélnek ezzel a szeretettel, visszautasítják ezt a fajta szeretetet. Soha ne tegyük ezt. Tehát a kiválasztás által Isten emlékeket idéz fel, a múltunkkal szembesít bennünket, azzal, amit ő tett, azzal, hogy hogy reagáltunk azóta is, hogy reagálunk azóta is az ő kiválasztására, és azzal is, hogy mind ezek ellenére szeret, mert az ő szeretete által meg akar bennünket nyerni, vagy még inkább közelebb akar vonni bennünket magához. Tetteink ellenére sem vetett el, és nem tett bennünket félre. Mindezek után, vagy mindezek azok mellett megállhatok előtte, aki megerősíti az én kiválasztásomat, mint ebben az esetben is az Urimmal és a Tumimmal, amit Sámuelen keresztül végrez Isten. A másik dolog, ami megfogott ebből az igéből, hogy ráébresz Isten kiválasztása bennünket, testvérém, alkalmatlanságunkra. Érdekes az, hogy amikor ott van nagy gyűlés, oda állnak a nemzetségek, és a választás esett a Benyámin törzsére, stb. Tovább majd a Mátri háza népére, majd a Kisnek a családjára.
És mikor keresik azt, akire esett a sors, azt mondja az ige, hogy nem volt sehol. Nem találták. És azt kérdi a nép, hogy vajon eljön-e ide az az ember? És megkérdezték erről az urat. És azt mondja, hogy ott van néha a holmik között. Mind a mellett, hogy egy derék ember volt, Saul elbújt. Persze most ezt lehet találgatni, hogy miért. Vannak, akik azt mondják, hogy hát alázatos volt. Vannak azt mondják, hogy megijedt, félt, hogy mi lesz, mikor látta, hogy szorul a hurok, mondjam úgy, hogy a Benjámin törzsében akkor dobbanhatott egyet, hogy mikor a Mátri háza nép, akkor még inkább, mikor kisnek a fia, hát akkor még inkább, és akkor hirtelen gyorsan elbújt. Tehát egyenlővé vált azokkal a holmikkal, amelyek ott voltak azon a nagy népgyűlésen. És testvérém, Isten tudja, Isten látja, hogy hol vagyunk és mik vagyunk. Mert a szó, hogy hol mi, vagy hol mik között volt, ez egy összetett szó. Hol vagyunk és érdekli is Istent. Már az első emberpár bűnesete alkalmával mi volt Isten kérdése legelőször az emberhez? Hol vagy? Hol vagy? Vagy azt kérdezte Illéstől, mit csinálsz itt Illés? Mit csinálsz itt? Mit keresel itt Illés? Szeretettel, kedves szavával keres Isten bennünket a hol mi között. És úgy találjuk ebben az igében is. Szava kereste Sault, és megtalált, és engemet is. Bennünket is megkeresett, és megtalált az Úr Jézus Krisztus. Onnak, akik azt mondják, hogy félelmében tehette, látta, hogy milyen nagy felelősség vár rá, és ez alól próbált volna kibújni. De testvérem, Isten szava, Isten kiválasztása felemel, kiemel bennünket a holmik közé. Nem aranyon, ezüstön váltott meg bennünket, atyáinktól örökölt hiávaló természetünkből, hanem drága véren, és Sault is felemelte, kiemelte, kimagaslott vállától felfelé a nép közül, tehát egy fejjel magasabb volt Izrael átlag emberei között. És az az ige is eszembe jutott, amit mond Pál apostol, hogy kivált képen való népet készített magának. Jó cselekedetekre igyekvő. Ki kell magasodjunk, testvéreim, az mindennapi életünkkel, az átlag emberek közül, és soha ne elégedjünk meg a hívő életben az átlaggal. Mert Isten, mikor valakit kiválaszt, akkor fölé emeli, kiemeli, templommá tett bennünket, és ugye a templom az minden faluban a többi háza közül kimagaslik. Messziről látni lehet a templomot egy faluból. Elmondott a Sámon, nincs hozzá hasonló. Egy eszembe jut az is, amikor a Jóisten igéje azt mondja bemenőt János, hogy nagy lesz az Úr előtt, és tudjátok, királyságra emel. Tedd bennünket királyokká és papokká, ami Istenünknek az országában. Királyságra emelt bennünket. Az ő választottaid. Ezért választott ki, hogy kiemeljen a bűnből, kiemeljen a holmik közül, és oda tegyen bennünket, hogy legyünk az ő papjai, legyünk az ő országában királyokká. Tehát ráébreszt bennünket alkalmatlanságunkra. Kell lássam méltatlanságomat, hogy Uram, nem vagyok méltó. Úgy, ha gondolunk Mózesre, gondolunk Jeremiásra, gondolunk Gedeonra, vagy éppen másokra is. Uram, valaki más küldje. Uram, én fiatal vagyok. Uram, én vagyok a legkisebb az én atyám házában. Méltatlankodás is. Tudjátok, Isten mindig olyan embereket tud használni, a múltban is és a jelenben is, akik látjuk őszintén az Uram, nálad nélkül semmire nem vagyok jó. Egy csomag kudarc vagyok csak nélküled. Semmi nem telne ki tőlem, ami kedves lenne te előtted. És Uram, rád vagyok szorulva, rád vagyok utalva a mindennapjaimban, a harcaimban, a győzelmeimben is, hogy nehogy elbízzam magam, nehogy magamnak tulajdoni csak valamit is azok közül. Aztán a következő dolog, a harmadik gondolat, hogy Isten kiválasztása rámutat Istentől kapott megbízatásunkra, feladatunkra. Nem azért választott ki bennünket, testvérem, hogy mi ezzel kérkedjünk. Legyen egy jó bizonyságtételünk csupán, amit elmondhatunk szóba, bár az is fontos, hanem feladattal látott el bennünket. Megbízatással ruházott fel bennünket, mint ebben az esetben Sault is. Úgy a nép, mint a király jogát leírta egy könyvbe. És tudjátok, a Bibliában mindaz le van írva, amely a hívő életnek a működési könyve, mondjam úgy. Ami működteti a hívő életet. A használati utasítása, fogalmazhatnánk így is egy ilyen technikai kifejezéssel.
A Bibliában megvan mindenkinek, nekem is, nektek is, hogy mi a feladatunk, mi a megbízatásunk, mi az, amit Isten vár el tőlünk. És tudjátok, nagyon fontos, hogy mindegyikünk a magunkét értsük meg. Elsőről, hogy Uram, tőlem mit vársz? Olyan könnyen megpróbálja az ördög, de avval mi lesz? Emlékeztek? Az egyik tanítvány. De ő vele mi lesz? Hogy a másiknak. Nem, testvér, magamét kell megértsem. Tehát úgy a királynak, mint a népnek a jogát, kötelességét mondjam úgy, lefektette, könyvbe foglalta, fülök hallatára, nem volt ez titok. És azt mondja az ige, hogy amiben fel lehet idézni, vagy vissza lehet emlékezni, hogy mi a feladatom, utána lehet nézni nekem is és másoknak is. Azt mondja Péter apostol, szükségesnek vélem, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek, vagy serkentgesselek titeket. Serkent az Úr bennünket, emlékeztet arra bennünket. És testvérem, ezekben is, ami a feladatomat, vagy megbizatásomat illeti, vagy megbizatásunkat, számíthatunk az ő segítségére. Számíthatunk mások segítségére is. Azonnal voltak, akik mellé álltak. Éljen a király, milyen jó! És testvérem, adjunk hálát azokért, én nagyon hálás vagyok azokért, akik oda állnak az Úr mellé az ő munkáját illetően. Nem csak én mellé, hanem az Úr ügye mellé, amit én is szeretnék méltóképpen képviselni. Tudjátok, mindig lesznek ilyenek. Mindig voltak, és mindig lesznek ilyenek. Soha, de soha nem vagyunk egyedül, még hogyha azt úgy gondolnánk is, példa erre éppen Illés esete. Tehát számíthatok a segítségre. Akik vele mentek, mellé álltak, akik szívét Isten felindította erre, olvastuk az ígében, hogy támogassák abban, amire Istentől kapott elhívást és felhatalmazást. És egy utolsó gondolat, Isten kiválasztása megtanít és bölcsé tesz az élet nehéz helyzeteire nézve is. Olyan érdekes ebben a történetben, hogy Isten volt az események mögött, a népnek a többsége odaállt, elfogadta mondjam úgy Sault, a nagy népgyűlés alkalmával, de voltak ellensége is. Azonnal lettek ellenségei. Nem tudom, hogy előbb milyen viszonyban voltak ezek az emberek Saullal. De ellensége lettek. És tudnék én is erre példát mondani, testvéreim. És felkészít, megtanít az Úr, bölcsé tesz Isten az ilyen helyzetekre nézve is. Amikor lenéznek, úgy olvastuk az utolsó versben, hogy némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez mi rajtunk? Hát mit tud ezt tenni velünk? Hát mire képes ez az ember? Jézust is, ami megváltónkat, az apostolokat is, a prófétákat is, királyokat is értek ilyen megjegyzések. Testvérem, bennünket is fognak. Azt mondja az Úr Jézus, ha engem szeretne ez a világ, akkor titeket is. De mivel engem gyűlölt, ti se számíthattok jobbra vagy másra. És olykor olyan kényelmetlen, olyan kellemetlen nekünk azt elfogadni, vagy elviselni, hogy hát nem mindenki szeret bennünket. Jaj, nekünk, hogyha mindenki jót mond rólunk, ez is az ige mondja. Tehát el kell ezt fogadni. Erre is felkészít az Úr, bölcsé tesz az ilyen helyzetekre. Aztán azokra a helyzetekre is, amikor megvetnek, nem csak lenéznek, hanem nyíltan szembe szegülnek velük, mert azt mondja itt az ige, hogy és megvetették őt, és ajándékot nem vittek neki. Megvetették Sault, ezt a derék daliás embert, akit Isten választott, aki más ember lett, aki rászállt Isten szent lelke, megvetették. És testvérem, lehet, hogy olykor ezt tapasztaltam, hogy amiatt fognak megvetni, mert más vagy. Mert nem olyan vagy, mint ők. Nem azt teszed, mint ők. Azt mondja, csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabban az áradatában, mondja Péter apostol. Megvetnek azért, mert ide nem mész, mert azt nem teszed, mert nem úgy viselkedsz. És azt mondják, hogy na, te azt hiszed, hogy te szentebb vagy, azt hiszed, hogy jobb vagy ezzel, hogy nem teszed? Hányszor és hányszor szembesültem, és szembesülünk ezekkel a dolgokkal. Nem bírnak a szemedbe nézni, hogy amúgy állandóan és mindenben ellenkeznek, vagy kifogást találnak. És bölcsnek lenni, ilyenkor nyugalmamat megőrizni, szelídnek maradni, vagy éppen szeliden fenyíteni az ellenszegülőket is. Erre az Úr tud bennünket az ő kiválasztása által alkalmassá tenni, bölcsé tenni, megtanítani ezekre a nehéz helyzetekre nézve is. És olyankor is, amikor kemény szavakkal illetnek, azt mondja az ige, hogy
kaján emberek. Ez a szó lehet, hogy olyan kicsit bonyolult, vagy olyan zavaros, de mit jelent az, hogy kaján? Semmire való, kötekvő, ilyen csőcselék emberek, amiből mindig voltak és lesznek. Az úr könyörű rajta, tehát nem szeretném, hogy most haragudjunk az ilyen emberekre. Hanem azt látjuk itt az igében, hogy az utolsó mondat ennek a szakasznak azt mondja, hogy ő pedig olyan volt, mintha semmit nem hallott volna. Testvérem, sokszor ez a megoldás, hogy úgy tenni, mintha nem hallottuk volna. Úgy viselkedni, mintha elment volna. Ahogy szokták mondani, egyik fülünkön be a másikon ki. Nem mindig kell így viselkedni. De van eset, amikor ez a legjobb megoldás. Tudni elfogadni. És majd később is találjuk, hogy voltak, akik biztatták, hogy ezeket el lehet, félre lehet nyugodtan tenni az útból. És lehet, még Sámuel próféta sem kifogásolta volna, de nem. Nem. Sámuel nem volt, illetve Saul nem volt egy bosszú álló ember. Akkor sem élni vissza a hatalmammal, vagy a státuszommal, hogyha arra jogom lenne. És azt mondja, hogy boldogok a békességre igyekvők. Mert ők Isten fiainak mondatnak. És az isteni kiválasztással együtt jár, hogy tudok csendben maradni. Tudok hallgatni. Nem a bosszú állás, nem a megfizetés, vagy a megtorlás gondolata vagy indulata, aminek helyet adjak a szívembe. Mert azt mondja a Biblia, hogy törekedjünk a békességre, aminélkül senki sem láthatja meg a dolgot, a szentséggel együtt. És azt mondja Péter apostol, ezzel fejezem, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartás való nép vagytok. Lettünk az ő királyaivá. Lettünk az ő papjaivá. És ezek teremtőnkre, szabadítónkra emlékeztetnek bennünket már ifjúságunk idejében. És hozzávaló méltatlanságunkat, megbízatására való alkalmatlanságunkat látva, segítségét igénybe véve, feladatomat megértve, azt minden körülmények közt, mondjam, ahhoz ragaszkodva, azt megcselekedemet, ezért kapjuk majd a jutalmat. Ez lesz majd az, tehát engedelmeskedve az Úrnak mindezekben, mert látjuk a későbbiekben, szomorú, csak előrébb lépek egy kicsit, tudjuk Saul királynak a végét. Amíg engedelmeskedett, amíg hallgatott az Úrra, amíg azt tette, amit Isten parancsolt neki, addig vele volt az Úr. De amikor sorozatosan, többször is szembefegült Isten akaratával, azt mondja, hogy eltávozott tőle az a lélek. Elvette Isten, visszavette azt a lelket, amit adott rá. Adott az életére. És azt mondja, a gonosz lélek kezdte gyötörni. És tudjuk a sorsát és a végét. Ó, testvérem, hadd legyen egy nagy figyelmeztetés, az ő kiválasztása is, a mi kiválasztásunk is, hogy vigyázzunk, mert azt mondja Pál apostol, hogy ezek pedig megírattak a mi tanúságunkra. Tanúságos minden szava a Jóisten igéinek, minden mondata. És imádkozzunk azért is, hogy nehéz helyzetekben is tegyen az Úr bennünket bölcsekké. Tegyen az Úr békekövetekké, akikre a békesség evangéliumának a szolgálatát bízta. Hogy mint kiválasztottjai, Isten választottjai tudjunk viselkedni, járni, élni, tűrni, ha kell, munkánkat, feladatunkat végezni, emlékezni a múlt cselekedeteire, a múlt dolgaira, amely Isten szembesít bennünket, a rabsággal is, az ő szabadításával is, emlékeztet bennünket arra, hogy hol voltunk hűtlenek, de abból is kigyógyít bennünket, mert szeret bennünket ingyen kegyelemből. Kívánom egyet mindegyikünk életében, valósul meg, és mint kiválasztottjai. Mert akkor az a napon is majd el fogja választani azt, hogy az embereket, egyiket a másikat, amit jó akad a kecskéktől, akkor is mondhassa majd nekünk, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Álljunk majd az a jobb keze felől, hogy örökölhessük azt az országot, amit az őt szeretők számára készített. Segítsen bennünket az Úr, kivétel nélkül mindegyikünket erre kegyelméből. Amen. Amen.